Az utóbbi években Európai Uniós pályázati forrásoknak köszönhetően jelentős mértékben fejlődtek Eves-megye települései és a gazdaság is. Ezekről a fejlesztésekről kérdezem a következőkben dr. Juhász Attila Simont, Eves-megyei Közgyűlés elnökét. Napot kívánok! Ugye véget ért a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus. Miben volt ez másabb az előző uniós ciklushoz képest? Ugye minden egyes Európai Uniós ciklus hoz magával egy fejlesztési ciklust is, és ezekben a fejlesztési ciklusokban az Európai Uniós pályázatokkal jelentős fejlesztések érhetők el a településeken. Annyiban volt ez más, hogy a terület és település fejlesztési operatív programon keresztül a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők is jelentős feladatokat kaptak, és egy olyan önálló pályázati lehetőséget tudtak biztosítani minden egyes megyében a megye települései számára, ahol szinte helyben, mondhatni helyben születtek meg a támogató döntések, hiszen a megyei közgyűlések támogató döntéseit már csak nagyon alapos okkal, alapvetően inkább csak esetlegesen szabálytalanság vagy jogosulatlan pályázatbenyújtás esetén bírálta volna fölül az irányító hatóság, de ilyenre nem nagyon tudok példát mondani, Heves megyében biztos, hogy nem volt ilyen. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a megyei önkormányzatnak a területfejlesztési feladatai itt a topos forrásokkal kapcsolatos ügyintézésben, illetve itt a pályáztatásban teljesedtek ki. Településeknek mi volt az elsődleges prioritása, célkitűzés, amire szerettek volna, hogy pályáztak is? Hát a TOP elég sok prioritást, tehát elég sok pályázati lehetőséget biztosított településeknek. Az abszolút sláger, én nem tudok olyan megyei településre menni, hogyha a polgármestert megkérdezzük, hogy mit szeretne, akkor út, vízelvezetés és közmű fejlesztés, ezek a sláger témák. De ezek mellett természetesen azok az infrastruktúrális fejlesztések, gondolok itt az óvoda, iskola fejlesztésekre, és nagyon fontosak voltak, és erre is nagyon jelentős összegeket tudott fordítani a TOP-ból Heves megye és a Heves megyei települések. Nagyon fontosak voltak, összességében egy 40 milliárdos fejlesztési keretről indult a TOP, és a különböző ráemeléseknek köszönhetően, illetve a családvédelmi akciótervvel párhuzamosan a kormányzat szintén egy jelentős forrás biztosított, köszönhetően az országgyűlési képviselőink igen aktív tevékenységének, még további 5 milliárd forinttal megfejelték a pályázható összegeket, illetve menet közben a költségnövekmények azt eredményezték, hogy zárásként azt mondhatom, hogy közel 50 milliárd forint volt a TOP-nak a teljes keretösszege, ez a költségnövekményekkel, illetve az új bölcsődei fejlesztésekkel együtt értendő. Ez a járási szinteken, járásokban hogyan osztott meg ez az összeg? Hát itt szabad volt a pálya és szabad volt a vásár, a települések saját fejlesztési elképzeléseik mentén nyújthattak be pályázatokat, tehát nyilván itt nagyon nagyok a különbségek, hiszen vannak olyan települések, ahol nincsenek megfelelő szakemberek esetlegesen arra, hogy pályázatokat nyújtsanak be, illetve vannak olyan települések, és voltak olyan települések a TOP-ba, akik komplett pályázatíró infrastruktúrával, csapattal vágtak ennek neki. Azért, hogy ezeket a területi különbségeket ki lehessen egyenlíteni, a megyei önkormányzat több önkormányzati, 100%-ban önkormányzati tulajdonú céget hozott létre, és ezekkel azt mondhatom, hogy a honlalá nyúlt a kis településeknek, és hát mondhatom azt, hogy Heves megye szinte minden településére jutott ezáltal fejlesztési forrás a TOP-ból. És hogyan zajlott ezeknek a megvalósítása? Hány százalék valósult meg eddig? Hány van, folyamat van, vagy befejezésest közel? Most jelenleg a helyzet ezeknél a pályázatoknál, kivitelezéseknél? Finishben vagyunk. Gyakorlatilag a pályáztatásnak az a szakasz, amikor pályázatokat lehet benyújtani, az már teljes egészében lezárult. Most már a kivitelezés, illetve helyenként még sajnos a közbeszerzés szakaszában van egy-egy pályázat. Ez leginkább annak az eredménye, hogy eléggé hosszú idő telt el a pályázatok benyújtása, elbírálása és a közbeszerzési döntések között. Ebből kifolyólag jelentősen változtak a költségek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 2016. decemberében vagy 17 tavaszán benyújtott pályázatokra elnyert összegek, azok a közbeszerzés kapcsán 2019-ben már nem feltétlenül voltak elégségesek ahhoz, hogy kivitelezési vállalkozási szerződést tudjon kötni egy önkormányzat, és itt szerencsére a kormányzat biztosított lehetőséget arra,
hogy az eltelt idő eredményeként megnövekedett költségeket és költségnövekményként figyelembe vett és erre plusz forrásokat biztosított. Most úgy állunk, hogy a projektek 90%-a gyakorlatilag kész van, és itt ezekben a projektekben az építési beruházások azok nagyjából egészében elkészültek, még a projektzárások vannak hátra, illetve mondhatom azt, hogy van még 6-8 olyan projekt itt a megyébe, ahol még esetlegesen kormányzati döntésre várunk, hiszen 30% költségnövekményigényt azt maga az irányítóhatóság, tehát a pénzügyminisztérium helyettes államtitkársága, aki a TOP projektért felel a saját hatáskörben is, eldönthet ilyen összegű költségnövekményeket, viszont e fölött már igazságügyi szakértővel kell alátámasztani, hogy ténylegesen valós a költségnövekmény, illetőleg itt már kormány döntés szükségeltethetik esetlegesen, hiszen itt van egy 30 millió forintos olyan határ, ahol már önállóan az irányítóhatóság nem dönthet, de rendre kapjuk, hál' Istennek, a kormányzati döntéseket, és ebben folyamatosan biztosítják a projektekhez a szükséges forrásokat. Itt azt mondom, hogy nincsenek veszélybe itt Heves megyei projektek, 2-3 projekt kivételével. Ott nagy valószínűsége majd arra is sor kerülhet, hogy visszaadják a projektgazdák ezeket, és akkor a következő körből fogjuk tudni megvalósítani. Itt Hűzösabonyban is van 2 topos pályázat, ami még megvalósítás közben, és megvalósítás előtt áll, ez az ipari park és a belvárosi rehabilitáció. Ezekkel mi a helyzet? Ugye plusz forrást igényeltek a kormánytól az önkormányzat. A Hűzösabonyi projekteknél az ipari park terület vonatkozásában ott 2 héttel ezelőtt voltunk épp a polgármester úrral, a főjegyző úrral, illetve itt a Hűzösabonyi projektgazda kolléganővel a pénzügyminisztériumban. Azt úgy gondolom, hogy azt a projektet azt teljes egészében rendbe tudtuk tenni. A Hűzösabonyi iparterületi projektnél a kialakított iparterületekre nagyon szépen jönnek a vevők, tehát úgy tűnik, hogy ahogy elkészül ez az ipari park beruházás, azonnal lakókkal, tehát termelő és dolgozó vállalkozásokkal lesz tele. Ott egy kérdés volt még az inkubátorháznak a története. Ott egy olyan magas összegről beszéltünk a közbeszerzést követően, amiből nyilvánvalóvá vált, hogy csak egy nagyon jelentős költségnövekményigénye lenne megvalósítható, ha egyáltalán szükség van ez a projektre. Itt sikerült átfordítani ezt az összeget, és az inkubátorház helyett további iparterületi részeknek a bevonására, illetőleg infrastruktúra fejlesztésre, útépítésre tudtuk áttransformálni ezt a nettó 280 millió forintos összeget. Tehát azt mondom, hogy ez a projekt ez év végéig nagy biztonsággal befejeződik. Illetőleg már az értékesített ingatlanok kapcsán merültek még föl olyan korábban nem látott költségek, mint például gázvezeték kiváltás, de ezt is sikerül megoldani. Tehát azt mondom, hogy szerencsével és jó munkával jártunk a pénzügyminisztériumban, a Hűzösabonyi kollégákkal. A modern város kapcsán pedig ott az irányítóhatóság úgy számol, hogy a teljes igényelt költségnövekmény az kormányhatározat formájában meg fog jelenni Hűzösabony számára, tehát ez a beruházás is befejeződik. Úgyhogy én azt látom, hogy Hűzösabony 2021-ben mind a 2 projektjét elszámolva, lezárva jelentős mérföldkővel előrébb fog tartani. Tehát akkor minden valószínűség szerint akkor megépül itt a belváros, vagyis hogy újjáépül. Újjáépül, és emellett ugye még van egy nyertes bölcsőde projektje is Hűzösabonynak, ami ezelőtt 2 hónappal kapott támogatói okiratot. Ez már a kormányzati ráemelésnek köszönhető, hiszen Heves megyében összesen 5 milliárd forint értékben épülhetnek új bölcsödék, és ebből így Hűzösabony is kapott egy jelentős lehetőséget egy új bölcsöde építésére. Úgyhogy nagyon-nagy várakozással vagyunk itt az építési beruházások elében. Azt látom, hogy annyi építési beruházás van a topos projektek kapcsán itt az utolsó 2 évben, hogy itt a Heves megyei építőipari vállalkozások biztos, hogy el lesznek látva a munkával is lesz feladatuk, tehát nem kell attól tartanunk, hogy esetlegesen embereket kell elbocsájtani, vagy nem lesz munkájuk, mert van bőven. Tehát akkor ezek szerint a gazdaságra is jó hatással volt az Európai Uniós ciklus, vagyis hogy a topos források? A topos források mindenképpen, hiszen akár topos források, vagy ha esetleg majd rátérünk a Magyar Falu Programra,
Vannak ugye nagy projektek, ahol esetlegesen nagyobb kivitelező cégek jöhetnek szóba, de azért van számos pár tízmilliós, vagy akár egy-kétszázmilliós olyan projekt, ahol egyszerűen már a nagy beruházóknak, vagy akár esetlegesen a külföldi nagy cégeknek nincs kellő kapacitása, és itt a helyi vállalkozások is mindenképpen lehetőséget tudnak kapni, sőt, én úgy gondolom, hogy ez egy ugródeszka a kisebb vállalkozásoknak, itt szépen fel tudják építeni magukat ezeken a projekteken, és utána egyre jelentősebb volumenű közbeszerzési eljárásokon is indulhatnak, hiszen referenciát tudnak felmutatni a befejezett projektek által, illetőleg meg tudnak erősödni gazdaságilag is ezekből a projektekből. Maradjunk még itt pár gondolat elejéig az uniós forrásoknál, hiszen most ugye lezárul 2020-ban ez a 2011-20-as ciklus is kezdődik, majd a következő, amit már elkezdtek előkészíteni. Hol tart most a következő költségvetés? Hát most futásban vagyunk, hiszen ugye most született valamiféle megállapodás Brüsszelben a következő költségvetési időszakról, és az az elképzelés és az a kormányzati elképzelés itt Magyarországon is, de az Európai Unió is ezt támogatja, hogy a koronavírus okozta problémáknak a legjobb gyógyírja, legalábbis a gazdasági problémáknak a legjobb gyógyírja az, hogyha fölpörgetik a gazdaságot és a vírus előtti időszakot minél hamarabb megpróbáljuk elérni. Ezért az a határozott elképzelés, hogy 2021 év elején már a következő fejlesztési ciklusnak a projektjei is ki fognak jönni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nekünk ebben az évben, december 31-ig megyei közgyűlésnek mindenféle dokumentum szinten be kell, hogy fejezzük a tervezést. Ezt meg is kezdtük, hiszen még a tavalyi év végén elkezdtük a projektgyűjtéseket. A településekről polgármester kollégák küldték be az elképzeléseket, a vágyakat. Ezeket próbáljuk szintetizálni, és egy olyan fejlesztési dokumentumot kell, hogy összeállítsunk, ami alapvetően azért a 2014-20-as fejlesztési dokumentumokon alapul, hiszen látjuk azt, hogy még azért számos igény volt, tehát most ebből az 50 milliárd forintos topos forráskeretből sajnos nem tudtunk minden igényt kielégíteni Heves megyébe. Vannak még jócskán sorban álló projektek és olyan települések, ahol még mindig komoly probléma a vízelvezetés, a járda, az útépítés, vagy esetlegesen a helyi szolgáltató infrastruktúrát, legyen szó itt orvosi rendelőről, bölcsödéről, óvodáról fejleszteni kell, vagy esetleg újakat kell építeni. Úgyhogy azt mondhatom, hogy a korábbi pályázati kiírások mentén nagyon szépen el fogunk tudni indulni, és ennek van egy nagyon nagy előnye, ezt már ugye Brüsszel elfogadta az előző fejlesztési ciklusban is, tehát ez most a gyorsítás irányába hat. Az egyéb fejlesztési igényeket pedig, amelyek esetlegesen kilógnak itt a topos fejlesztési elképzelésekből, akár nemzeti forrásokból, vagy egyéb országos operatív programokból fogjuk tudni segíteni. Jó. A Magyar Falu programban is számos fejlesztés valósult meg, és fog is megvalósulni, hiszen ugye további pályázati kiírások is kiírásra kerültek. A Magyar Falu program az egy sikeres program volt, hiszen a tavalyi évben Heves megyében a települési önkormányzatok egy 3 milliárd forintos összeget tudtak lehívni a Magyar Falu programból, illetőleg további útépítésekre, amelyek önkormányzatok területén, közigazgatási területén, de az országos közúthálózathoz kapcsolódó útfejlesztéseket öleltek föl. Ez a további 3 milliárd forintos keretösszeggel érkezett ide Heves megyébe. Itt ugye kedvezményezett az a Magyar Közút ZRT volt. Illetve, bocsánat, még ebben a 3 milliárdos keretbe tartozik bele ugye a falusi csok is, hiszen ez is a Magyar Falu programnak a része volt. Az elmúlt időszakban, a tavalyi évben 18 pályázati kiírás jelent meg. Ez rendkívül széles skálát ölelt fel, hiszen a járdaépítéstől a temető rehabilitáción át az orvosi rendelők építéséig vagy bölcsődefejlesztésekig nagyon sok mindenre lehetett pályázni a kommunális gépeknek a beszerzésére, orvosi eszközöknek a vásárlására, vagy orvosi rendelő építésére, szolgálati lakások építésére. Tehát az volt a cél, az a célja a Magyar Falu programnak, hogy a helyben maradást és a települési szolgáltatásnak a fejlesztését támogassa. Ez a rendszer ez maradt 2020-ban is, sőt további új lehetőségekkel bővült,
hiszen egyrészt keretösszegében, másrészt pedig pályázati kiírásainak számában is gyarapodott ez a program. Tavaly évben, ahogy mondtam, 18 féle pályázati lehetőség volt, ebben az évben 22-re pályázhattak a települési önkormányzatok, sőt még a önkormányzatok területén működő civil szervezeteknek is biztosított egy 5 milliárdos, országos 5 milliárdos keretösszeget ez a Magyar Falu program. Eddig Heves megyébe összesen 6 pályázati kiírásnak az elbírálása történt meg, illetve hát országosan, és ebből Heves megyébe 1,2 milliárd forint érkezett, de még mindig vannak olyan folyamatban lévő pályázati kiírások, amelyeknek az elbírálása történik, illetve vannak olyanok is, amelyeknek a beadási határideje az 2020. szeptember 10-e, és ezek között vannak azok az új prioritások, amelyek a tavalyi évben még nem szerepeltek. A kormányzatnak a vidéki élet támogatása és a helyben maradásnak az erősítése az egy nagyon fontos elképzelés és egy nagyon támogatott célja. Ebben jelenik meg például az önkormányzatok számára novumként ebben az évben lehetőség van arra, hogy településképet romboló vagy településképben nem illő rossz állapotú ingatlanokat önkormányzat megvásároljon és ezt közösségi célra fordítsa, illetőleg a fiataloknak a helyben lakásának az elősegítése érdekében az önkormányzatok pályázhatnak olyan önkormányzati tulajdonú területeknek a közművesítésére, amely esetlegesen utána lakótelekként szóba jöhet, és hát nyilván ez már az önkormányzat képviselőtestületének vagy a közgyűlésének a döntése, hogy ezeket milyen konstrukcióban, illetve a helyiek számára milyen kedvezménnyel értékesíti. De megjelent ebben az évben szintén újdonságként a falusi kerékpárút program, de ugyanúgy a régi sláger témák is, mint az orvosi rendelőnek a felújítása, orvosi eszközöknek a beszerzése, önkormányzati utaknak a rendbetételére vonatkozó pályázati kiírás, ezek is megjelentek a palettában. Az előző évben megjelent ez a 18 darab, és ugye most a plusz 4 darab. Melyek voltak a legkedveltebbek eddig az önkormányzatok részéről? Mi az, amire szinte mindenki pályázott, hiszen gondolom itt is voltak slágertémák? Hát az abszolút slágertéma, ahogy mondtam, az az út. Tehát nincs olyan pályázati kiírás, amiben esetlegesen egy négyzetméter aszfaltra lehetne pályázni, hogy arra az önkormányzatok mennének rá, és ne az lenne a prioritás. Ebben az évben is csak Heves megye vonatkozásában egy 400%-os, tehát 4-szeres túligénylés volt az utas prioritás vonatkozásában, de ugyanez a helyzet a járdánál, az orvosi eszköznél. Tehát az önkormányzatok felismerték azt, hogy ez egy nagyon jó pályázati rendszer, nagyon rugalmas, nagyon gyors, és ami a legfontosabb talán pont most itt ebben a koronavírusos időszakban, hogy az önkormányzatok a helyi adók kiesése kapcsán azért likviditási problémákkal küzdöttek. Nyilván majd most ősszel, illetve a következő tavaszi adófizetéssel ezek a problémák, ezek rendeződnek és helyreállnak, és én gondolom, hogy ehhez kormányzati segítség is biztos, hogy társulni fog. De a Magyar Falu program ez nem igényel olyan fajta saját erőt, ami a likviditást megborítja egy települési önkormányzatnál, hiszen az elbírált pályázatot követően 6-8 munkanapon belül az önkormányzat számláján a 100%-a ott van a pályázott összegnek, tehát gyakorlatilag nem kell saját forrásokat felhasználni, hanem a pályázatból egy-egybe finanszírozható a teljes fejlesztés. Az 5000 fő fölötti településeknek is indult pályázati lehetőség, hasonlóan a Magyar Falu programhoz? Indul, sőt a topban, hogyha ugrálhatok egy kicsit, ott kifejezetten lesz városi program is, ahol az 5000 fő fölötti települések, sőt inkább azt mondom, hogy jogálláshoz kapcsolódik inkább, tehát a városi jogálláshoz kapcsolódik, ott egy külön forráskeret lesz, ami segíti az a városoknak a fejlesztését, hogy nem csak az 5000 fő alatti kis települések, hanem a kis közepes városok is fejlődhessenek. Akkor ez már a következő uniós ciklus? Ez már a következő uniós ciklus, illetve hát ugye indult itt a kisvárosi program, ami a következő évben már a Magyar Falu forrás rendszeréhez igazodva szintén lehetőséget fog biztosítani a kisvárosok részére. Az hazai forrásból? Az 100%-ban hazai kormányzati forrás. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.